Majd szombat van a bűnbánat, és a csend napja ma véget ér a böjt, és este már Jézus feltámadását ünneplik a keresztények. A gyalogosok közé hajtott egy férfi Tel Avivban, egy ember meghalt, sokan megsebesültek, a támadót lelőtték. Indul a szezon, a Balatonon egyelőre csak hétvégén járnak a hajók, idén új kikötőket is átadnak. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán Józsa vagyok. Jó napot kívánok! Nagy szombat van a bűnbánat és a csend napja. Ma véget ér a böjt, és este már Jézus feltámadását ünneplik a keresztények. Ferenc pápa nem vett részt a nagypénteki keresztúton. Rómában ugyanis rendkívül hideg volt. Jeruzsálemben is megtartották a hagyományos körmenetet, ott azonban a fellángoló palesztin-izraeli konfliktus árnyékolta be a megemlékezést. Keresztény zarándokok követték Jézus Krisztus léptei nyomát a jeruzsálemi Via Dolorosán, vagyis a keresztúton. A hagyomány szerint 2000 évvel ezelőtt itt vonult Jézus vállán a keresztel a Golgota hegyére, a megváltó kereszthalál helyszínére. A hívek megálltak a bibliai történet egyes állomásain, s felidézték Krisztus kálváriáját. A körmenet a Szent Sír templomban ért véget, amely Jézus kereszthalálának s közeli sírjának, így egyben feltámadásának is feltételezett helyszínén épült Jeruzsálem óvárosában. Ez alatt szerte Izraelben zavargások árnyékolták be a megemlékezést. Terrortámadások, karhatalmi ellenintézkedések és tüntetés hullámok söpörtek végig a Szentföldön. Rómában is végigjárták a Via Crucis stációit, 20 000-en vettek részt a nagypénteki keresztúton. Az idei körmenetet a háború és emberkereskedelem áldozatainak, valamint a migráció elszenvedőinek szentelték. A Via Crucis állomásain több között egy ukrán és egy orosz gyermek olvasta fel az elmélkedéseket. Az ukrán fiú menekültként él Olaszországban, míg az orosz fiatal a fivérét veszítette el az ukrajnai háborúban. A körmenetet hagyományosan a pápa vezeti, ezúttal azonban rendhagyó módon a Szentatya a Vatikánban maradt. Az évszakhoz képest rendkívül hideg volt ugyanis tegnap az olasz fővárosban. Este 10, naplemente után már csak 4 fok volt, amit túl hidegnek ítéltek az egyház fő számára orvosai. A 86 éves Ferenc pápa alig egy hete hagyta el a kórházat, légzési nehézségekkel küzdött, ezért napokig megfigyelés alatt tartották. Azóta azonban többnyire részt vett a nagy hét eseményein. Ő vezette a nagypénteki passió szertartást is a Szent Péter bazilikában, ahová kerekes székben érkezett, s többnyire ülve is maradt. A homíliát viszont már nem ő tartotta, hanem a pápai ház szónoka, Raniero Cantalamessa. Az egyház 2000 évig hirdette Isten fiának kereszthalálát, másfél évszázada már azonban, hogy egy másik Isten halált is kinyilvánítottak a mi nyugati, kereszténytelenített világunkban. Amikor a művelt emberek között Isten haláláról beszélnek, többnyire erre a másik halálra gondolnak, amely inkább ideológiai, mint történelmi. Nem a semmit helyezik azonban Isten helyére, hanem az embert, egy felsőbbrendű embert vagy szuperembert. Nem kell sokat várni azonban, s rájönnek, az ember, ha magára hagyják, valóban semmi, szólt a nagypénteki prédikáció. Nagy szombat estjén várhatóan ismét Ferenc pápa vezetésével tartják meg a húsvéti virrasztást a Vatikánban, majd húsvét, vagyis a feltámadás napján, vasárnap délelőtt az egyházfő Urbi et Orbi áldást ad Rómára s a világra. Aki valóban békében van Istennel, az képes kell, hogy legyen áldozatot hozni a békéért a másik emberrel is. Ezt mondta Erdő Péter bíboros húsvét alkalmából az MT-nek. Az Esztergom budapesti érsek kiemelte, a magyar társadalom a háború kezdetétől érezte és értette, hogy mit kell tennie, segíteni a legnehezebb helyzetben lévőket és a menekülni kényszerülőket. Martos Levente, Balázs Esztergom budapesti segédpüspök pedig az M1-en kiemelte, Jézus győztesként diadalmaskodott a halál felett. A hitünk azt mondja, hogy Isten fia emberré lett és átjárta érettünk a sötétséget, a gyászt, megélte, megtapasztalta a halált,
és hogy mégis föltámad. Jézus mindig velünk van, erről beszélt Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök az M1-en. A papnevelő intézet rektora kiemelte, Jézus győztesként diadalmaskodott a halál felett. Az életünket átjárja ez a belső remény, ez a tapasztalat. De közben meg azt is talán szeretnénk is, hogy ez a Jézussal való együttérzés odafordítson a többi ember felé. Tehát, hogyha vele kapcsolatban átélünk egyfajta személyes azonosulást, részvétet, vagy éppen a szeretetnek az érzéseit, akkor ez segítsen egy jobb életet élni, segítsen tényleg odaadóbbnak lenni. A segédpüspök hozzátette, vannak olyan helyzetek az életben, amikor nem látjuk a vigasztalást, azonban azt tud vigasztadni, hogy van egy másik élet, az örök élet. Jézus részéről egy ígéret volt, de tulajdonképpen az ígéretében még a tanítványok sem nagyon tudtak bízni, ezt látjuk világos, és hogy mégiscsak megnyitott számukra egy olyan új életet, amely mindannyiunk számára reményt ad, a döntéseinkben, a mindennapjainkban, a nehézségeinkben is. Aki valóban békében van Istennel, az képes kell, hogy legyen áldozatot hozni a békéért a másik emberrel is, mondta Erdő Péter Esztergom budapesti érsek húsvét alkalmából az MTI-nek. A bíboros kiemelte, Jézus keresztáldozata békét teremt Isten és ember között. Az ukrajnai háborúról szólva úgy fogalmazott, a magyar társadalom a háború kezdetétől érezte és értette, hogy mit kell tennie. Segíteni a legnehezebb helyzetben lévőket és a menekülni kényszerülőket. Erdő Péter húsvét ünnepéről szólva kiemelte, nagyszombaton ér véget a 40 napos bűnbánati idő, a felkészülés a föltámadt Krisztussal való találkozásra. A böjt ma inkább az önmegtartóztatást jelenti, hiszen sok mindentől tartózkodhatunk, nem csak az evéstől, ivástól, hanem például a közösségi médiától is, de ilyenkor gyakorolhatjuk a segítő szeretetet is. Megjegyezte, ez is lehet sokféle, hiszen nem csak természetbeni adományokat vagy pénzt adhatunk, hanem személyes közelséget, társaságot, látogatást vagy fizikai segítséget is. Jézus azért maradt egyedül a keresztfán, hogy attól kezdve soha senki ne legyen egyedül, hogy minden ember maga mellett érezhesse Krisztust, aki együtt szenved vele, mondta Balogh Zoltán református püspök húsvét alkalmából az MTI-nek. A Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke a háborúkról, a válságokról azt mondta, az emberiség soha nem tanul a nagy bukásaiból, ugyanakkor mindig van egy kreatív kisebbség, amely képes a változásra. A feltámadt Krisztus is hordozza sebeit, és ez vigasztathat a megsebzett Európának, mondta Fabini Tamás húsvét alkalmával az MTI-nek. A Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke kiemelte, az ember sokszor csak azt hiszi el, amit megérint, amit tapasztal, de ha igazán ott van mellette Krisztus, megtörténhet a hit csodája. Fabini Tamás úgy fogalmazott, a húsvéti történet reményt keltő eleme az is, hogy nem mi megyünk Jézushoz, hanem ő jön hozzánk. A miniszterelnök is készül már a húsvétra. Orbán Viktor egy videót is feltöltött a közösségi oldalára, amelyben az unokáival a kolbász szalonnát szerezte be az ünnepi asztalra. Először nézzük meg, hogy mi van, utána válasz. Itt a szalonna, nézzétek, akkor is Lívia nénitől kérünk szalonnát is, és a Lívia nénit ad nekünk kolbászt is. Szeretitek a kolbászt? Johanna, kóstold meg. De héja. Hogy jó-e? Héja. Jó az? Falusi jöttek. Jó lesz? Ez jó nehéz. Az biztos, hogy nagyon jó nehéz lesz. De segítek majd, papám. Ja, az jó lesz. Azért az jöttek, biztos, hogy segítsenek neked. Az biztos. Kérhetek még? Kérsz? És a híjat megpucolt. Persze, hát lehet szóval. Na, viheted, vehet. Én elvió. Már most jön a kolbász. Hatalmas energiát adhat majd a helyi közösségnek Ferenc pápa látogatása, ezt mondta a Magyar Nemzetnek az Árpádházi Szent Erzsébet templom plébániai kormányzója. Kampfmüller Sándor kiemelte, a találkozás örömét, a közös élményt mindenki elviszi majd a saját családjába. Közben a pápa magyarországi miseruháját tervező Fecske Orsolya festőművész arról beszélt, magyar motívumok is helyet kapnak majd az öltözéken. A közmédiában a pápa látogatás minden részletéről beszámolunk majd.
Az Úr Jézus jelenik meg széttárt karokkal. Minden apró részletét kidolgozta már a Szent Atya mise ruhájának fecske orsolya. Az öltözék fehér és arany színekből áll össze, amely a húsvéti időszakra utal. A feltámadott Úr alakja áll a középpontjában. De több magyar szimbólum is megjelenik majd rajta. A jelkép, a logó, a híd, ami annyira fontos most is, összekötvén a földet és az eget, ott maga megjelenik a Lánchíd is. A magyar festőművészt kérték fel arra, hogy tervezze meg a Szent Atya ünnepi öltözékét, azt, amelyet a budapesti Kossuth téri Szentmisén visel majd. A közmédia Katolikus Krónika című műsorában azt mondta, nem csak grafikai, liturgikus feladat is a miseruha elkészítése. Egyrészt a húsvéti időszaknak az öröme az, ami visszaköszönt ebben. Másrészt én magam is átélem, meg megélem, hogy Krisztus a jövőnk, hogy van feltámadás, hogy az Úrban van a reményünk és a bizalmunk, és hogy fontos ezt valamilyen módon kifejezni. És amiben bele fogunk kapcsolódni, akár a liturgikus öltözékek kapcsán, akár abban a liturgiában, az tényleg valamilyen módon a mennyország, és annak az öröme fog ránk áradni ebben a rendkívüli eseményben. Ferenc pápa 2 éven belül immár másodszor érkezik Magyarországra április végén. Erdő Péter bíboros az MT-nek azt mondta, a magyarországi látogatás programja kifejezi, hogy a Szent Atya közösséget vállal a szenvedő emberrel, a halmozottan beteg gyerekek pedig különösen közel állnak a szívéhez. A pápa útja emellett a figyelem és az elismerés jele is a magyar nép iránt. Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök pedig az M1-en azt mondta, a Szent Atya látogatása megtisztelő a magyarságnak. Én úgy tekintek az ő jövetelére, mint aki az Isten jelenlétét és a belőle fakadó reményt hirdeti. Olyannak tapasztaltam meg őt a legutóbbi látogatásán, mint aki nagyon a jelenben él, nagyon szereti a körülötte zajló életet, és megérinti az élet, meg szeretet, amivel találkozik. A helyi közösségek is hónapok óta készülnek már Ferenc pápa magyarországi látogatására. A Szent Atya április 29-én a budapesti Rózsák terei templomban szegényekkel és menekültekkel találkozik majd, emlékeztet a Magyar Nemzet. A Szent Erzsébet plébánia kormányzója alapnak úgy fogalmazott, ez az esemény hatalmas energiákat adhat majd a helyi közösségnek, és a találkozás örömét, a közös élményt mindenki elviszi majd saját családjába. Kampf Müller Sándor korábban a Híradónak azt mondta, a segélyszervezetek hozzák majd a rászorulókat a különböző egyházmegyékből. Úgy fogalmazott, ezeknek az embereknek különösen fontos a találkozás a Szent Atyával. Krisztus szeretnék közvetíteni az emberek számára, és talán a rászorulóknak még inkább szüksége van erre a találkozásra, hogy meglássák Istennek az emberi arcát, amelyet Ferenc pápa szeretne az emberek felé elvinni. Az áprilisi pápa látogatás eseményeit a közmédia csatornáin is követhetik a nézők és a hallgatók. A budapesti látogatás minden mozzanatáról beszámolunk majd. A Szent Atyáról készülő műsorok az internetre is felkerülnek, így bárki visszanézheti majd ezeket a tartalmakat később az online felületeken is. Egy olasz turista halt meg a pénteki izraeli terrortámadásban, 7 pedig súlyosan megsebesültek, amikor egy férfi autójával a tömegbe hajtott a támadót, a rendőrök lelőtték. A feje tetejére állt egy autó Tel Aviv központjában, a péntek esti terrortámadás helyszínén. A hatóságok szerint egy palesztin fegyveres a gépkocsival a járókelők közé hajtott, ám mielőtt lövöldözni kezdett volna, a rendőrök ártalmatlanították. A támadásban egy olasz férfi meghalt. 35 éves római ügyvéd volt az áldozat, a halálos áldozat. A elkövetőről is tudunk, Kafr Kassem, egy izraeli arab falu 45 éves lakója, akinek semmiféle biztonsági előélete nem volt, soha nem került a biztonsági hatóságok látókörébe, és új fejlemény, hogy a Kafr Kassemi, tehát izraeli arab, nem palesztin hatósághoz tartozó helyhatóság egyértelműen elítélte és elhatárolódott ettől a terrorcselekménytől, és hasonlóképpen Mansour Abbas, a Ram párt elnöke, ez az a párt, amely az előző kormányban részese volt az izraeli kabinetnek, egyértelműen és világosan elhatárolódott és elítélte a merényletet. További 7 ember súlyosan megsérült. When we arrived on
Amikor a helyszínre érkeztünk, 8 sebesültet találtunk a helyszínen, akik a földön feküdtek. Egyikük életveszélyesen megsérült. Hiába tettünk minden erőfeszítést az életének megmentésére, még a helyszínen életét vesztette. Az összes többi beteget a legközelebbi kórházba szállították. Később kiderült, hogy minden beteg turista volt, aki itt sétált a sétányon, és rosszkor voltak rossz helyen, mondta egy mentős. Pénteken 2 fiatal lányt lőtt le egy fegyveres a Cisjordániához tartozó Hamra városában. Anyjukat, aki szintén életveszélyesen megsérült a támadásban, mentőhelikopterrel szállították kórházba. A támadások azután kezdődtek, hogy izraeli harci gépek pénteken támadást mértek Libanonra és a gázai övezetre. Az izraeli média szerint ez válaszlépés volt, miután a Hamas 34 rakétát lőtt ki Libanon területéről Izrael északi részére. A zsidó állam déli tengerparti településeit szintén rakétatámadások érték. Idén egybeesik a zsidó Pészach, azaz az egyiptomi kivonulás ünnepe a muszlimok szent hónapjával, a Ramadánnal, illetve a keresztény húsvéttal. A vallási ünnepeken gyakoribbak az erőszakos összetűzések a palesztin fegyveresek és az izraeli hatóságok között. A mostani konfliktus szintén vallási ellentétekre vezethető vissza. Szerdán mintegy 300 muszlim hívő barikádozta el magát az Al-Aqsa mecsetben. Az izraeli kommandósok könnygázt és gumilövedékeket bevetve űzték ki őket. Az akcióban 12 palesztin sebesült meg. A palesztinok szerint az izraeli hatóságok szándékosan akadályozták, hogy a mentősök bejussanak az épületbe. Idén 18-an haltak meg Izrael területén különböző terrortámadásokban. Az izraeli válaszcsapásokban pedig 80-an vesztették életüket. Izrael szerint a katonai rajtaütések célja a palesztin fegyveres szervezetek felszámolása és a terrortámadások meghiúsítása. A palesztin tisztviselők viszont úgy nyilatkoztak, hogy a razziákban Cisjordánia izraeli megszállásának megszilárdítását látják. 3 napos hadgyakorlatba kezdett Peking a tajvani szorosban azután, hogy a tajvani elnök találkozott az amerikai képviselőház elnökével az Egyesült Államokban. A kínai hadsereg hétfőn éles lövészetet is tart a keleti Fujian tartomány partjainál, amely Kína Tajvanhoz legközelebb eső pontja. Taipei szerint a harci manőverek veszélyeztetik az ázsiai csendes óceáni térség stabilitását és biztonságát. Kína nem tetszéssel szemléli Tajvan és az Egyesült Államok közeledését, amelynek részeként Washington jelentős katonai támogatást nyújt a szigetnek. Újabb rakétakísérletet hajtott végre Észak-Korea, ezúttal nukleáris rakétahordozására képes víz alatti drónokat próbáltak ki. A fenyeni hatóságok közleménye szerint a drón 1000 kilométert tett meg a tenger alatt, majd felrobbant. A kommunista rezsim alig egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy kifejlesztette a cunami névre keresztelt eszközt. Példátlanul nagy mértékben 13%-kal csökkent tavaly az Európai Unió gázfogyasztása. Ez derült ki a Nemzetközi Energiaügynökség adataiból. Hortai Olivér, a századvég szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy az 55 milliárd köbméteres csökkenés részben a kiugróan kedvező időjárásnak, az ipari termelés visszaesésének, illetve annak köszönhető, hogy a gyárak egy része gázról a környezetszennyezőbb szénre vagy olajra állt át. Magyarországra közben zavartalanul érkezik az orosz gáz, a kormány pedig idén is fenntartja a rezsicsökkentett árakat. Most is több százezer köbméter gáz érkezik Magyarországra minden órában. Az orosz energiahordozónak köszönhetően az ellátás biztosított. A magyarok pedig az Unióban a legkevesebbet fizetik a gázért. A lakossági rezsicsökkentést a jelenlegi szabályoknak megfelelően fent tudjuk tartani. A költségvetésben megvannak azok a források, amelyek biztosítják, hogy idén is maradjon a rezsicsökkentés, közölte csütörtökön Gulyás Gergely a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, a kormány célja, hogy idén és jövőre is biztosítani tudja a kedvezményt. Mindenki számolhat azzal, hogy az átlagfogyasztásig semmilyen változás az árban nem következik be, és ez szándékaink szerint nem csupán az év végéig, hanem hogyha van rá lehetőség, hogy továbbra is így marad, tehát ezeket a szabályokat fenn fogjuk tartani, és meg fogjuk hosszabbítani. Így továbbra is érvényesek a tavaly augusztus 1-én életbe lépett rezsicsökkentési szabályok. Eszerint a villamos energiánál az átlag fogyasztási limit 2523 kWh, a földgáznál pedig 1729 köbméter évente. Mivel a különböző gázkeverékeknek más a fűtő értéke, a rezsicsökkentett ár 63.645 megazsúl fűtőértékű gázra vonatkozik.
a gáz köbméterenként 102, az áram kilovattóránként 36 forintba kerül. A rezsicsökkentésnek köszönhetően a havi megtakarítás 181 ezer, az éves pedig jóval több, mint 2 millió forint. Az unió többi országában, ahol a kormányok az uniós szankciók miatt nem tudnak többé orosz gázt vásárolni, ott a lakosságot igyekeztek spórolásra ösztönözni. Európa energiaellátási nehézségek nélkül vészelte át a telet, de súlyos árat fizetett érte. A Nemzetközi Energia Ügynökség adatai szerint az EU tavalyi gázfogyasztása példátlanul nagy mértékben 13%-kal, azaz 55 milliárd köbméterrel csökkent, mondta Hortai Olivér a közösségi oldalára feltöltött videóban. A századvég konjunktúra kutató üzletág vezetője ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy ebből a Brüsszel által hangsúlyozott új energiahatékonyság növelő beruházások és az energiatudatosság mindössze 13 milliárd köbméterrel csökkentették a fogyasztást. Hozzátette, a maradék 42 milliárd köbméter a történelmi viszonylatban is kiugróan kedvező időjárásnak, azaz a szerencsének, az ipari termelés visszaesésének, illetve a gyárak, üzemek gázról szénre vagy olajra történő átállásának köszönhető. A telet tehát nagyrészt a gazdaságunk leépülése, a környezetszennyezőbb energiahordozókra való áttérés és a szerencse miatt úsztuk meg. Brüsszel az idei évre még nagyobb 15%-os fogyasztáscsökkentést vár el a tagállamoktól. Egyértelműen látható azonban, hogy ez csak még súlyosabb gazdasági és környezetvédelmi károk árán érhető el, hiszen alig ha számíthatunk arra, hogy az időjárás örökre kegyes lesz hozzánk. Hortai Olivér hozzátette, a fogyasztás drasztikus visszafogására épülő politika tévút, mert leépülő gazdasághoz és megszűnő munkahelyekhez vezet. Európának szerinte nem kevesebb, hanem több energiára van szüksége. Hagyományos zsidó vacsorán egy széderesten vett részt az amerikai nagykövetnél Gyöngyösi Márton jobbik vezér. A pártelnök kipával a fején látható a vacsoráról készült fotókon. Gyöngyösi Márton volt az a jobbikos politikus, aki egy 2012-es parlamenti felszólalásában listázta volna a zsidó származású vagy kötődésű kormánytagokat. A politikus ma reggel az M1 vendége volt, azt mondta, nem szeretne foglalkozni a múlttal. Széder, vagyis Pészak éjszakája. A zsidó húsvét egyik legfontosabb eseménye ez, ahol egy különös rendszerint zajló vacsorát tartanak emlékezvén a zsidók Egyiptomból, a szolgaság földjéről való szabadulására. Egy ilyen széder estén látott vendégül csütörtök este több közéleti szereplőt az Egyesült Államok budapesti nagykövete. David Pressman a képviselet közösségi oldalán azt írta, csodálatos széderestet tartottunk, amelyen különböző nézőpontokat és tudományágakat képviselő, más-más háttérből érkező magyarokkal közösen gondolkodhattunk el a szabadság jelentésén. Az eseményről 4 darab fotót tett közzé a nagykövetség, amelyből 2 közelről látszik kipában Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke is. A fényképeken egyrészt Nagy Ervin színésszel, valamint Heisler Andrással, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnökével látható a Jobbik elnöke. Hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára? Gyöngyösi Márton 2012-ben lett országosan ismert, amikor egy parlamenti felszólalásában a zsidó származású képviselők és kormánytagok listázására szólított fel. Akkor a hazai jobb és baloldal egy közös tüntetésen határolódott el szavaitól. A demonstráción többek között a fideszes Rogán Antal, a volt szocialista miniszterelnök Bajnai Gordon és az MSZP akkori elnöke Mesterházi Attila is felszólalt. A baloldali pártok azonban azóta köreikbe fogadták a Jobbikot és Gyöngyösi Mártont, sőt, több választáson is együtt indultak. Nem került szóba ez a 2012-es beszéd? Nem került szóba. Nem került szóba. Nagykövet úr se hozta szóba? Nem hozta szóba. A Jobbik elnöke pénteken az M1 vendége volt, ahol az amerikai nagyköveti vacsora is szóba került. Meghívását azzal indokolta, hogy őt magát és a Jobbikot ismerte el ezzel a meghívással a Magyarországon akkreditált diplomáciai testület, majd hozzátette, ő a jövővel foglalkozik, nem a múlttal. Én azt szeretném, hogyha engemet és az én politikai munkásságomat az alapján ítélnék meg, hogy én párt elnökként azt a közösséget, amelyet vezetek, azt milyen irányba irányítom, és nem az alapján, hogy 11 évvel ezelőtt, amikor én a pártnak egy beosztottja voltam, vagy egy szimpla katonája, akkor mit mondtam és mit tettem. A Mandiner az üggyel foglalkozó cikkében megjegyzi, korábban erős orosz barát politikát folytatott Gyöngyösi Márton. 2014-ben választási megfigyelőként például ellátogatott az Európai Unió által el nem ismert Donyecki és Luhanszki népköztársaságokba, amely tevékenységért elmondása szerint ki is tiltották akkor Ukrajnából.
Szimpla jobbikos katonaként, ahogy Gyöngyösi Márton magát nevezte az M1-en, azonban például nem ítélte el pártjának azon tüntetését sem 2009-ben, sem pedig 2012-ben, amikor uniós zászlót égettek. De abban az ügyben sem fogalmazott meg kritikát 2015-ben, amikor párt és képviselőtársa Kulcsár Gergely a holokausztot, idézem, kamukausznak nevezte, majd nem sokkal később beleköpött a holokauszt zsidó áldozatainak emléket állító cipőkbe, és tettével még a közösségi oldalán is eldicsekedett. Vissza a húsvéthoz, a hagyományokhoz és a szokásokhoz. Németországban nagypéntek, munkaszüneti nap, az elcsendesedés napja, nagyszombaton azonban már hajnalban megnyitnak a piacok. A húsvéti nyúl germán eredetű és német nyelvterületen is színes tárgyakkal, tojásokkal díszítik a kertet és a lakást. Berlinnél Katalin. A hagyomány szerint már csütörtöktől betartották a hagyományokat, a szokásokat. Ez azt jelenti, hogy tilos volt például valamennyi zajjal járó tevékenység, tilos volt kemény házi munkát végezni, mosni, fát aprítani, de például a tánc is tilos volt Hessen tartományban, Bajorországban. Ezek a mai napig életben lévő szokások. Bajt vett magára az, aki megszegte ezt a hagyományt. Finnországban, Norvégiában és Svédországban is számos különleges szokás kapcsolódik az ünnephez. Az észak-európai húsvét már virágvasárnap megkezdődik, sokan hosszú szabadságot vesznek ki, családjukkal töltik az időt, templomba mennek. Cser Attila mondta a részleteket. Megvan a húsvéti asztalra szóló különleges teríték is, báránysült, halak, érdekes tésztafélék és paska, tehát egy ilyen krémtúró-szerű édesség. Emellett a finnek egy elég érdekes, sötét színű masszát is fogyasztanak, gyakran tejjel öntik le, ezt memminek hívják. Ez állítólag a sör élesztőnek valamilyen mellékterméke, egy biztos, nagyon sok fogy belőle a finneknél húsvét időszak tájékán. Itthon javában tart a tavaszi szünet, szerte az országban izgalmas programokkal készülnek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A húsvét időszakban újraérvényes a kajlaútlevél és az alsó tagozatos diákok ingyen utazhatnak a távolsági járatokon, így könnyebben fedezhetik fel a fontos látnivalókat. Fonalból készítettek babákat a gyerekek a Zalaegerszegi Göcsei Tudásközpontban. Az intézmény a tavaszi szünet minden napján fogadja a gyerekeket, akik kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. Csináltunk ilyen rongybabákat, meg ilyen tojásokat is, nem ezből, és most az előbb agyagoztunk, és ilyen nyuszikat, ami így zsebben ül, és ilyeneket csináltunk. A tojásírás és a tojáskarcolás technikáját sajátíthatták el a gyerekek, de még magvakkal is díszíthették a húsvéti tojásokat Zengővárkonyon, a Méves Tojás Múzeumban. A programba a szülők is bekapcsolódhattak, voltak, akik a gyerekekkel közösen készítették el az ünnepi dekorációt. Nagyon örülünk, hogy eljöttünk, mert gyönyörűek a kiállítások, nagyon-nagyon sok szépet látunk, és nagyon-nagyon érdekes, amivel itt megismerkedünk. Nagyon tetszenek a technikák, amiket alkalmaznak. Kincseket kerestek a családok a tatai Eszterházi kastélyban, közben megismerhették a kastély épületét, és készíthettek húsvéti tojásokat, asztali díszeket is, a fiúk pedig locsolóverset tanultak. Húsvét napján korán keltem, ünneplőbe felöltöztem. Sokan töltik a tavaszi szünetet szállodákban. Ebben a gyulai hotelben már egy hónappal ezelőtt lefoglalták az összes szobát. Vannak olyanok, akik az egész családot, beleértve a nagyszülőket is elhozták a vakációra. Azt mondják, ez azért is előnyös, mert együtt lehetnek, és a család minden tagja kipihenheti magát. Mi így családilag először vagyunk Gyulán, a nagyszülőkkel érkeztünk, ők már több egyére vannak itt, ők nagyon szeretik a szállást is, a környezetet. A MÁV csoport is segíti a gyerekeket, hogy minél több élményhez juthassanak a tavaszi szünetben. Az alsós kisdiákok ismét ingyen utazhatnak a kajlaútlevéllel. Az ország valamennyi pontjára eljuthatnak a MÁV, a Volán, a busz és a Gyesev járatain. Ehhez csak fel kell mutatniuk a vizslát ábrázoló útleveleiket. Indulása óta 700 000 diák kapcsolódott be a Kajla programba.
2019 óta tudnak ilyen módon utazni a kisdiákok, és évről évre egyre népszerűbb ez az ő körükben. A tavalyi évben mintegy 12 millió kilométert tettek meg ilyen módon a Kajla útlevéllel utazva a teljes magyar vasúti hálózaton, illetve a buszokon. Becsétet szeretnénk vele. A gyerekek április 6-a és 11-e között használhatják ingyen a Kajla útleveleket. Az okmányokat jegyvásárláskor kell felmutatni egy személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal együtt. Tavaly összesen 150 ezer alkalommal használták a pecsétgyűjtő füzeteket. Országszerte számos programmal készülnek a szervezők. Húsvét hétvégén kapcsolunk Egerbe Szőlősi Dávidhoz. Szervusz, ott mivel készültek? Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. Hát itt Egerben és Javában zajlik a húsvéti programoknak a lezajlása. Itt most egészen pontosan az Egri várban vagyunk, ahol egy íjászverseny van most éppen itt a hátam mögött. Több mint egyébként 200 jelentkező van most itt jelen. Egészen pontosan nem csak ezen a helyszínen, hanem az Egri vár körül mindenhol. Amint láthatják önök is, éppen egy beültözött úriember hagyományőrző módon az íjászatot mutatja be. Tehát több mint 200 jelentkező ehhez hasonló bemutatóval készül, de nem csak bemutató, hanem ez bizony verseny is, és hát amint talán látszik is, itt különböző tappancsok vannak megjelenítve számokkal. Ez ugye azt jelképezi, vagy azt hivatott jelképezni, hogy éppen milyen pozícióban kell majd lőniük a vesszőt. Alapvetően azt tudtam meg itt a versenyzőktől, hogy ezeket a vesszőket lényegében hozzájuk igazítják, tehát ezek kézművesen készülnek el, és mindenkinek akár mondjuk a kedvenc színe, vagy a kedvenc fafajtája az, amiből ez készül. Tehát, mint mondtam, itt az Egri várban körben szinte mindenhol zajlik ez az íjász verseny, de a mai napon nem csak ez látható, hanem bizony lesz itt tojásfestés, tojásdíszítés, és még tojáspatkolás is, tehát alapvetően a húsvéti ünnepkörhöz is kapcsolódnak itt az Egri várban a mai napon, és egészen hétfőig számos programmal fogják várni az ide érkezőket, és azért is mondom, hogy az ide érkezőket, mert egyébként rengetegen vannak, tehát mai napon megtudtam itt az Egri várban, hogy legalább 1500, de akár 2000 embert is várnak, úgyhogy arra buzdítok én is mindenkit, hogy jöjjenek ide az Egri várba, itt számos hagyományőrző programon vehetnek részt. Dávid, köszönjük szépen! Húsvét időszakában a Bibliában megjelenő növényekről is mesélnek a látogatóknak a Balaton melletti Folli arborétumban. A különleges kialakítású teraszos kertben ciprusok, cédrusok, fenyők és virágok különleges birodalma veszi körül a természet szerelmeseit. Bemutatjuk a gyógynövényeket, ténylegesen, hogy hogy is néz ki a növény, hiszen sokunk kertjében ott van ez a gyógynövény, csak nem tudjuk pontosan, hogy mire is jó, úgyhogy ezeket elmeséljük, megillatoljuk őket, elmeséljük, hogy mit lehet belőle készíteni, amit készítünk, azt mire tudjuk használni. Bemutatjuk a teáinkat, hiszen tea és szőrkészítés miatt fontosak ezek a növények nekünk. Bemutatjuk a teákat, meg lehet kóstolni ezeket. A gyógynövényeken kívül talán egy régen várt program, amivel adósok voltunk a látogatóknak, ez a szőlőbirtok látogatás és pince látogatás, ez így egybekötve. Sétálunk a tőkék között, és elmeséljük, hogy milyen szőlőfajtákkal foglalkozunk. Húsvéti programokkal várják a látogatókat Dévaványán. Itt a fokozottan védett túzokkal lehet majd találkozni, de lesz nyuszi etetés, tojásfestés, tojáskeresés és különleges játékok is. Egyik kiemelt programunk a túzokoknak a látvány etetése. Erre több alkalommal kerül sor a húsvéti ünnepek során. A madarakat itt egy kis zártéri részben testközelről egészen a kerítéshez, hogy ide csalva meg tudják tekinteni. Ugyanakkor körbesétálva a területen van rá lehetőség és esély, hogy vadon élő túzokokat is meg tudnak majd figyelni a megfigyelő tornyokból.
Töretlen a Balaton és a balatoni hajózás népszerűsége, mondta a 177. hajózási szezon megnyitóján a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója. Weigl Gábor hozzátette, hogy sikeres évet tud maga mögött a Bahart. 2022-ben mintegy 2,1 millió utas szállítottak. A hajók most még csak hétvégente közlekednek, a menetrendi hajóközlekedés április végén újabb kikötőkkel bővül. A nyár folyamán a programhajó választék bővül, a buli, illetve varázshajó indulások száma, illetve kapacitása jelentősen növekszik. A tavasz idejében pedig az egyedi programhajók érkeznek. A jól megszokott programok mellett, mint amilyen például a gasztro, a sport, vagy éppen kulturális események, ezek mellé újak is csatlakoznak. Ilyen lesz például a gasztrokomp rendezvény, ilyen lesz a megújult gyerekhajó program. A híradót látták délben, a híradó.hu oldalon találnak további híreket, most jön Maruzsa István a Nemzeti Sporthíradóval.